Legkevesebb 50-en meghaltak, 120-an pedig megsebesültek az izraeli légierő bombázásai következtében a gázai övezetben található jabáliai menekülttáborban. A robbanó töltetek elsősorban civilek lakta lakóházakra estek, mivel ezek alsóbb emeletein működtek a terroristák parancsnokságai. Szerdára virradóan a palesztin hatóságok és önkéntesek még mindig nagy erőkkel kutattak túlélők után a romok között. Az izraeli haderő hivatalosan is bejelentette, hogy sikerült megsemmisítenie a Hamas egyik csempész alagútját, és kiiktatott egy kulcsfontosságú vezetőt is. A katonaság szóvivője elmondta, ezekben a lakóházakban képezték ki a terroristákat, és sokan innen indultak az október 7-i vérengzésekre. Izrael azonban nem csak a levegőből támad, hanem szárazföldön is. Tankjai egyre közelebb kerülnek Gáza városhoz. Az iszlamista fegyvereseket ugyanis csak utcáról utcára haladva lehet kifüstölni. Eközben a palesztinok eltemetik halottjaikat, és az a hír is felreppent, hogy megnyitják a rafai határátkelőt, hogy a sérülteket egyiptomi kórházakba szállíthassák. Az ENSZ főtitkárának szóvivője aggodalmát fejezte ki a bombázások miatt. Az izraeli védelmi erők kiszélesítették szárazföldi akciójukat, és a légierőt is gyakrabban vetik be, miközben Gázából rendszeresen rakétákkal lövik Izraelt, számolt be. Most az egész világ a rafai határa figyel. A harcok kirobbanása óta csak néhány segélyszállítmány juthatott át rajta, több száz kamion az egyiptomi oldalon rostokol. Az ENSZ felszólította a feleket, hogy hozzanak létre egy humanitárius folyosót, amelyen keresztül az utánpótlás eljuthat a térségbe, és amin ki lehet hozni a sebesülteket.